napot kívánok, üdvözlök mindenkit, hát itt vagyunk, kicsit hamarabb, mint a szerda, megértik, hogy szerdán fogjuk bemutatni, nem bírtam ki, hogy ne bontsam ki, és a kibontáshoz szerettem volna egy autentikus videót készíteni, szóval ez a globál verziós Mi Smart Sensor Set, ez a HomeKit, ugye, aki ismeri, a szép bordó színű nagy kínai feliratúnak az utódja, és a globális verziója, ami annyit tesz, hogy teljes angol támogatású maga a készülék, a doboza, a leírása. Ugye a szoftver az már angol, ugye azt tudjuk, de minden benne lévő szenzorhoz már angol nyelvű európai szervert kell használni, de a beüzemelésről és a használatról, a szoftverről egy másik videóban fogunk erről beszélni és bemutatni, ugye most csak kicsomagolás jön, úgyhogy lássuk is gyorsan, mi van benne, szerszám elő. Fóliától már is megszabadultunk. Meg is nézzük, hogyan kell ezt valójában kinyitni. Igen, oldalról. Ez pedig alulról. Hú, nagyon becsomagolták. És már is szemünk elé tárul a teljes ökoszisztéma. Egy része. teljes az nagyon sok már, hogy képet kiraktunk délután, az is nagyon kevés még. Rengeteg termék ugye létezik a Mi Home perifériába, de ez is majd később szépen mindent megmutatunk. Na, fussunk tovább, mit találunk benne? Legelső nagy változás az a központi egységben található, mivel magyar dugós, ugye itt van a régebbi, ez is új, ez az Aquara második generációs központi egysége, ugye ez már az Apple HomeKit-et is támogatja, tehát ez zsírúj, ez még zsírújabb, úgyhogy a kettő közt, ugye ez a nagy különbség, hogy most már EU dugót kapott, Magyarországon használható, nem kell külön átalakító hozzá, hogy használni tudjuk, bármilyen konnektorra be lehet szépen dugni. Maga az egység az egy picit kerekebb lett, mint a másik társa, de ugyanaz gyártja. Mijia, Aquara, Xiaomi, annyi név van itt, és senki nem tudja, melyiket kigyártja. Tehát lényegében ez egy Mijia logó, hátul Mi Control Hub, ilyen néven fogjon azonosítani a Mi Home alkalmazásunk, amit majd be fogunk mutatni. Amit még kapunk hozzá, ugye egy mozgásérzékelő szenzort, meg még egyet, két szenzor van hozzá, ajtónyitó és záródó szenzorok, ez is Mijia gyártmány, ugye ez milyen mágneses, ugye ez érzékeli az ajtónyitás záródást, ugyanezt még egyszer megkapjuk, ez már ablakra való, hát a mágnesek ilyenek, és kapunk egy okos gombot hozzá, amivel bármit vezérelhetünk. Mondjuk ezek közül szinte semmit nem tudunk vezérelni, mert hogyha majd mozgás érzékelés van, akkor maximum csak majd üzenetet küld a telefonunkra, és ha ajtóablak nyílik, akkor is csak üzenetet küld a telefonunkra, de a gombbal ebbe a felszerelésbe semmit nem tudunk kezdeni. Maximum annyi, hogyha be akarjuk kapcsolni a központi egységnek a riasztó részét, akkor használható az. Tehát, és ennyi lenne maga a csomag, amiben az első végre globális verzió található meg. Ez egy inkább ez a security set, nem is a smart sensor set, de smart sensor set, na jó, van azon, de inkább a security csomagot kapjuk meg, ugye nagyjából ez. És a doboz többi részében nincsen semmi, nagy üresség van, viszont van egy leírásunk,
Mindjárt mutatom is. Van benne egy, hát nem szimtálca tű, hanem rezet tű itt, és itt van benne a leírás, Mi Smart Sensor User Manual, és itt van szépen minden leírva angolul, érthetően, már nem tikláb, házikó, kis szék. Nagyon-nagyon örülünk neki, végre elindultak Európába az okos otthonnal is, úgyhogy hamarosan jönnek a még több termékek. Ugye ez a szenzorok felhelyezéséhez, a matricák, ugye mindegyik alján csak egy gumírozás van. Látszik, fókusz, újni. És ugye ezeket lehet feltenni rá, hogy felragasszuk valahova. De ez is egy későbbi videó, mindent be fogunk mutatni egyesével működésre és használattal együtt. Szóval ennyi lett volna a kicsomagoló videó. Örülünk, hogy megjött, nekiállunk tesztelni, be lesz kapcsolva a következő videóban. Köszönöm szépen, sziasztok!